Halló, tessék! Halló, jó napot kívánok, a csőtörési felügyeletőlenik lesz, ezt megnézni, hogy önök mi a van-e víz, mert csőtörést jelentettek az utcából. Itt a József Attilából? Igen. Rögtön megnézem. Halló? Halló? Folyik, van víz. Ásványvíz vagy ártézi víz? Ez rendesen a csapból, ami folyik. Tessék, Vági vagyok. Halló, jó napot kívánok, a csőtörési felügyeletől vagyunk. Lehet szíves megnézni, hogy van önöknél víz, mert csőtörést jelentettek az utcából. Igen, nem hallok ám semmit. A csőtörési felügyelettől vagyunk, és lehet szíves megnézni, hogy van önöknél víz, mert csőtörést jelentettek az utcából. Víz? Megnézem azonnal. Igen. Van. Ásványvíz vagy ártézi víz folyik? Ásványvíz vagy ártézi víz? Igen. Mit tudom én? Tessék megízlani. Hideg, meleg víz? Is. Nem feltűnő, hogy már harmadjára szívják meg. Kimentem, megnéztem, akkor mondtam, hogy ez szivatás. Ügyes, ügyes. Szóval vagy, ha megint megzobottál. Gyívja, megszületett a csőtörésedek az utcában, van-e víz, hideg víz, meleg víz, akkor kezdett gyanúsá válni csak. Hogy átéti víz, hogy átmány víz folyik a csapból. Tessék. Halló, jó napot kívánok, a csőtörési felügyeletől vagyunk. Lehet szíves megnézni, hogy van-e önöknél víz, mert csőtörést jelentettek az utcából. Hogy van-e víz? Igen. Hogy jön-e víz? Igen. A csapból, köszönöm. Igen. Mindjárt. Így jön rendesen a Deák tér 3-nál. Hideg, meleg víz van? Hát hideg víz van, nem, mi a meleg is, hogyha... Vagy megnézem a meleget, azt mindjárt bekapcsolom a boilert. Jó, jó, jó. Az így bekapcsol, tehát van nyomás. És ásványvíz vagy ártézi víz? Ártézi víz. Ártézi víz, és nem szemcsés? Hát mindjárt megnézem. Ez tiszta szép. Tiszta szép, köszönjük szépen, telefonbetyárok volt. Igen? Jó. Nagyon jó szivatás volt. Hát ez az. Halló? Halló, jó napot kívánok, a csőtörési felügyelettől vagyunk. Lehet szíves megnyitni a csapot, hogy van-e víz, mert csőtörést jelentettek. Nyissam meg a csapot. Hogy van-e víz? Biztos, mert az automata dolgozik. Nyisd már ki a csapot, kis... Figyelj! Nyisd ki a víz csapot. Van víz? Egy pillanat! Van víz, igen. És nem szemcsés? Hát nem tudom, milyen szem. Hát szűrők vannak mindenütt a csaptele. Próbáld kicsavarni a szűrőt itt a mosogatónál. Azt a szűrőt, amit szoktunk pucolni. És akkor úgy lassan engedd meg a vizet. Most nemrég pucoltam a mosogatónak a szűrőit. Úgyhogy borzasztó szemcsés volt. Egy pillanat, mindjárt. Kicsavartad a szűrőt? Lecsavartad? Tedd úgy alá a markodat. Vagy valami poharat. Poharat tegyél alá. Na? Papír zsebkendővel jobban ki lehet tudatni. Jó van. Hozd csak ide. Légy szíves. Igen, mennyire tiszta. Tiszta? Egy pillanat. Halló? Halló? Hát üvegpohárba engedtünk, nem látni semmi külön. Egy papír zsebkendőn öntsék át azt a vizet, és nézzék meg. Jó, egy papír zsebkendőn önts már, hogy mi akad fel, azt mondjál. Lacika, segíts ma anyának, fiam. Fogd meg, légy szíves, és akkor öntsétek át. Hajtsátok szét. Mi történt? Valami baj volt? Csőtörés volt, és belement a... Igen, hát bejelentették, hogy csőtörés van. Aha. De hogyha folyik a tiszta víz, akkor több, mint valószínű, hogy nincs. Hát itt nálunk folyik, majd mindjárt átöntik a nejem átönti a vizet. És akkor majd látjuk. Na, látni valamit? Nem akadt fel semmi? Halló? Halló? Se, azt mondják semmit, tiszta papír zsebkendő. Tiszta? Jó, köszönjük szépen, ez telefonbetyárok voltunk. Uh-huh.